Teltház előtt ellentmondás nem tűrően kezdte a meccset a hazai csapat, az első negyedet 13 ponttal nyerte a Szentsenyi Ikse. A folytatásban tovább növelte előnyét Kovács Tibor együttese, a nagyszünetre 39-19-es állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után sem változott a játék képe, támadásban és védekezésben is ellenfelük fölé nőttek a nyíregyháziak. A mérkőzés kimenetele egy percig sem volt kérdéses, végül 40 ponttal győzött az Éllovas, bebiztosítva alapszakasz elsőségét. Tudtuk, hogy közvetlen riválissal van dolgunk. Az elmúlt mérkőzéseken is 6-8 pontos mérkőzés volt, vagy egyik, vagy másik fél csapat javára. Az utóbbi időszakban nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a védekezésre, és azokat az energiákat, amit egy mérkőzésen egy játékosnak kell mozgósítani, maximálisan próbáljuk súlykolni a fiúkba, hogy anélkül nincs eredményes játék, és ezt elsősorban a védekezésben kell megtenni. Erre a mérkőzésre is úgy készültünk, hogy ez a minimális alapelv, és természetesen egy újabb taktikai lépéssel, amivel talán meglepetést is okoztunk a Békés Csabának, sikerült védekezésben egy olyan fajta védekezést nyújtanunk, amivel meglepetés volt, és ebből kevesebb dobóhelyzetük volt, és a dobóhelyzetük is egy kikényszerített dobás volt, amiből több lepattanónk volt, gyors indításokból könnyebb kosarakat szereztünk, és ez megadta az alapját a mérkőzésnek. A tabella élén a Szentsenyi Ikse 20 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 17-3-as mutatóval rendelkező Békés Csabát. A nyíregyháziak pénteken 19 órai kezdettel a negyedik helyezett Deac 2-t fogadják a Bánki csarnokában. A közvetlen következő mérkőzésünk a szintén közvetlen vetétársunk a Debrecen, akik ellen szintén évek óta vetekedünk. Az én egyéni véleményem szerint a mezőny egyik legjobban felkészült csapata, illetve olyan értelemben, hogy tapasztalatszerzésből, rutinból és az egyéni képességek alapján talán a legjobbnak is mondható, mert több NB1-es játékos alkatja a keretüket. Talán az edzettségi állapotuk vagy az utóbbi időszakban az összeszokottságuk az már kicsit hiányosabb és kevésbé hatékony, nagyon nehéz ellenfél lesz. Ezt a mérkőzést, amit legutóbb játszottunk és sikerre vettünk a Békés Csaba ellen, pozitív élményekkel kell lezárni, de egy új meccs következik, és ennek ugyanolyan ambícióval, ugyanolyan elánnal kell nekiállni. Nagyon nehéz meccs lesz, de természetesen ezzel a hozzáállással, ami az elmúlt meccsen volt, bízunk a győzelemben. Az alapszakasz zárását követően az első négy helyezett csapat még egy kört játszik oda-vissza egymással. Azt követően a csoportból az első két helyezett együttes jut be az országos döntőbe, ahonnan a legjobb gárda felkerül az NB1B zöld csoportjába.